Amellett, hogy látványos, a honfoglaláskori harci öltözet és a fegyverek nehéz technikás használatát is érzékelteti a bemutató. A hagyományőrző egyesületek különböző korok mindennapjait hozzák a belvárosba, gyerekek és felnőttek körében is igen népszerűek. Úgy látom, hogy a júrta a legizgalmasabb mindenkinek. Az, hogy itt számos katonával, számos katonai hagyományőrzővel találkoznak, azonban a júrta, mint a korabeli élet egyik ilyen nagy szintere, nem mindenkinél jelenik meg. Úgyhogy ilyenkor bejönnek, nézelődnek, kérdezgetnek, persze mellette elsősorban a fiúk mindig a fegyverekre harapnak, bár megjegyzem, a lányok is meglepő számba inkább efele tendálnak mostanság, de azt hiszem, hogy a gyúrta a legnépszerűbb. A déli dobhártyaszaggató sortüzet szombaton is a középkor katonái adták le. A napokban állandó állomások vannak a fő utcán, a Városháztéren és az Zicsiligetben is. Játékok, kézműves foglalkozás és időközönként különféle bemutatók várják az arra járókat. A koronázási ünnepi játékok kihagyhatatlan emlékezetes program a helyieknek, és azoknak is, akik nem minden nap járnak Fehérváron. Fehérvári vagyok, de külföldön élek, tehát... Jövünk, megpróbálunk ilyen augusztus 20-a körül mindig hazajönni, de hogy most elmaradtak a különböző rendezvények, hát ez most ilyen, de így is jó, élvezzük, süt a nap, együtt vagyunk a családdal, nővérkémmel, úgyhogy nagyon jó, így szép itt minden, ez a fontos, család, Fehérvár. Kifejezetten érdekes, és nekem mondjuk különösen tetszenek ezek az öltözetek, meg ez a rengeteg eszköz, meg... hogy gyakorlatilag a 21. századi ember is meg tud ismerkedni ilyenkor egy kicsit a régi történelmi, kulturális dolgokkal. Közben valahol a belvárosban a gólyalábon haladó zenészek hangszereiből szólnak a régi magyar dallamok.